Tisztelt lakosaink, hatalmunk évértékelője következik. Most is mi vagyunk hatalmon, ezután is mi leszünk hatalmon, hiszen úgyis ránk fognak szavazni. Mindnyájan ránk fogtok szavazni. Mindnyájan ránk fogtok szavazni. Itt állunk a Csodakútnál. Magyar Kanizsa, 100 éves múltra visszatekintő fürdőváros. Ha ránk szavaztok, a következő 100 évben ki fog épülni az akvapark. Alapkövünk már van, megérkezett az első jacuzzi. Vagy ellopták? Kedves lakosok, ha hatalmon maradunk, meg fogjuk oldani a közlekedési problémákat. Nem fogják ám az emberek a szemafort kikerülni a kis utcákon keresztül, ugyanis az összes kereszteződésbe szemafort fogunk rakni, és minden egyes szemaforhoz kamerát is fogunk felszerelni. Fő a biztonság! A fiatalok elvándorolnak, a város szép lassan kiürül. Ezt a negatív folyamatot úgy tudjuk a legjobban ellensúlyozni, hogyha drága szobrokat állítunk föl a köztereinken. A következő évi költségvetésben nagy összegeket szántunk arra, hogy újabb drága szobrokat állítsunk föl. Így egyik oldalon szépülnek a köztereink, másik oldalon nem tűnnek annyira elnéptelenedettnek. Annak, hogy ennyire kevesen maradtak a városban, megvannak a pozitívumai. Egy híres, neves hollywoodi filmrendező fölkérte városunkat arra, hogy a következő zombi felvételeit itt forgassa városunkban. Megvan hozzá tökéletes eszköz, nincsenek népek az utcán, elnéptelenedett a város, nem kell lezárni az utakat, minden adott a tökéletes apokaliptikus filmhez. Ha ránk szavaznak és hatalmon maradunk, folytatjuk a turizmus fejlesztését, aminek égköve ez a móló is. Stratégiánk fontos része a víziturizmusnak a fejlesztése. A következő években komoly Európai Uniós támogatásokat készülünk lehúzni újabb mólóknak a létesítésére, illetve sikerült befejeznünk az első európai vízibuszállomást. Szegény vagyok, szegénynek születtem. Haló, főnök! Hallod? Süllyed a móló! Ja, ne törődjek vele? De... Ja, jövőre veszünk másikat. Jó, rendben. Köszi, hello. Mindnyájan ránk fogtok szavazni. Ránk fogtok szavazni.